Sziasztok, PC Guru nézők és leginkább hallgatók, illetve borzongás hallgatók. Itt vagyunk Luncer Gáborral. Sziasztok! Marcival. Sziasztok! Én Böjti vagyok. És a szokásos havi horrorfilmes kis kibeszélőnket, borzongós műsorunkat vesszük fel. Ugye általában minden hónapban valamilyen adott film születésnapjához igazítjuk, majd a film után a teljes alzsánert kibeszéljük. Hát teljes, az ugye kicsit túlzás, mert általában erre van egy óránk, és a legtöbb ilyen alműfaj az olyan, hogy hát simán lehetne egy napot is beszélni róla. Na hát most ez az aktuális is ilyen lesz. Nagyon bemelegítésként szerintem nem tudunk egyébként mással foglalkozni, mert a járványhelyzet miatt a filmvilág az úgy van. Úgyhogy szerintem újdonságokról nagyon nem beszélhetünk, legalábbis ami úgy igazán fontos, mert a tologatások mennek meg ilyesmi. Úgyhogy szerintem térjünk is rá, hogyha gondoljátok, de hogyha bárkinek van valami, amit közbe vágna még így előtte, akkor azt most mondja, és hogyha nem, akkor örökre tartsa magában. Hát ha lemaradtatok volna róla, készül a Hang nélkül 3. Ez mondjuk talán egy érdemi info, de hát ugye még a 2-t se láttuk. Csak gondoltam, már megjegyzem, ha mozi. Igen, az ezzel a bajom, hogy szeretném már rég megnézni a 2-t, és hát még mindig nem sikerült, nem lehetett. Úgyhogy ezzel most csak még mélyebbre döfik a tört a szívembe. Igen, de annyiba jó hír, hogy azért a nagy stúdiók a, mondjuk úgy, hogy a kiemelte projektekkel is dolgoznak. Tehát majd, ha egyszer erre áll a rend, akkor valószínűleg csőstől jönnek a filmek. Igen, ilyen szempontból egyébként ez egy abszolút pozitív dolog, meg hír. Más valami ilyesmi van egyébként még, amiről tudtok, és ami ilyen mert mondjuk ezt így hallottam, csak nem említettem volna, de teljesen jogos és tök jó egyébként, hogy mondtad, Marci. Hát én még nem tudom, hogy az szóba került-e, vagy volt-e róla szó, hogy szerintem ilyen érdekes hír, hogy az HBO-s Hellraiser sorozatra hosszabb tárgyalás után megnyerték a Barkert, mint executive producert, és végül is elméletileg az ő felügyelet alatt készül, nem csak végre normális pénzből, hanem ő is ott lesz mögötte. Ami talán még inkább feljebb emeli, ami miatt lehet rá várni. Igen, mert talán a sorozat maga a szóba került, de akkor ez még nem volt. Igen, hát állítólag ő ettől óckodott. Tehát, hogy elég sokáig beszélte rá az HBO, és többek között szóba került az is, hogy egy csomó mindent úgy csinálnának, ahogy ő javasolja, és azok után bólintott rá. Úgyhogy ezért is gondolom, hogy talán ez egy jó hír, mert azért a horror sorozatoknak, és emellett a Hellraisernek is persze egy általános problémája az, hogy apró pénzből próbálják a legtöbb hasznot kihozni, hát valószínűleg az HBO nem így fog cselekedni. Csak aztán ne az legyen vele, mint a mocsárlénnyel. Hát igen. Igen, sajnos ez is benne van egyébként a pakliba. Mert azt már azért... Tehát érdekes egyébként az ilyeneknek a sorozat dinamikája, hogy általában minden sorozat először szól a legnagyobbat. És utána már csak az igazán nagyok tudják folyamatosan fenntartani a figyelmet, de legrosszabb esetben is valószínűleg kapunk egy nagyon jó évadot. Jó, hogyha nincsen semmi más, akkor szerintem menjünk tovább. És akkor boldog születésnapot szeretnék kívánni, így november 12-én a 14-én bemutatott Alligátornak, ami 1980-ból érkezett hozzánk, így most kereken 40 évesen, ami azért megint csak egy elég szép kor, és szerintem annak idején VHS-en, akik a 80-as években videóztak, így az eredeti meg alámondásos filmeket nézték, azok jó eséllyel így az Evil Dead, Alien és társai mellett ezzel is találkoztak, amikor ugye az elején lehúzzák a WC-n a kis krokodilt, majd a szépen a csatornában megnő. Ez a film a bizonyíték arra, hogy mennyire öregszem. Mert ezt még ilyen gyerekkoromban láttam körülbelül. Ez nagyon, nagyon, nagyon durva, hogy 40 éves egyébként. Tehát, hogy így maga a szám így kimondva, hogy 40 éves. Mert egyébként ez a film már szerintem az a kategória, amin úgy egyébként annyira nem látszik, hogy 40 éves. Tehát mit tudom én egy... Szerintem is.
ez teljesen... Jó, hát mondjuk az is látszik, hogy nem olyan rohadt sok pénzből készült, de emellett azért korrekt mindenképpen. Most itt kizárólag az időt állóságára gondolok. De egy egészen jó stáb, tehát hogy nem az a legalja kategória dolgozott rajta, hogy minden szempontból, úgyhogy valószínűleg emiatt is. Hát gondolom, hogy elsősorban ugye nagyon sok helyen írják, hogy tulajdonképpen a cápa volt egyfajta inspiráció, de nem gondolom, hogy pont ennek a filmnek, inkább annak, hogy ez a zsáner elindult valamerre, és annak egy leágazása. De ez egy normálisnak szánt film, tehát itt persze horror, de nem olyan horror, mint a cápa alapvetőleg. És szerintem teljesen korrekten nézett ki, akkor meg biztos, hogy nagyon. Tehát én emlékszem rá, hogy ilyen nagyon agyonmásolt VHS-en láttam először, és most, amikor szó volt arról, hogy beszélgetni fogunk erről a filmről, megnéztem újra, és hát azért ilyen nagyon jó minőségben azért már az ember észrevesz néhány dolgot, meg azért feltűnik, hogy egy-két trükköt, effektet hogy készítettek el, de azért annak idején a VHS egy pillanatra sem lógott ki a lóláb. Ez egyébként érdekes módon mondjuk például a Terminátor 1-el is így van, hogy annak idején VHS-en nem tűntek fel azok a dolgok, ami ma már egy Blu-ray képen feltűnik, hogy azért azért mégsem néz ki olyan tökéletesen. Igen, meg más volt az inger küszöb is, meg ilyesmi, tehát hogy ránk is azért, főleg, hogy te is, ahogy mondtad, gyerekként láttad, én is gyerekként láttam, azért teljesen más, hogy hatott ránk. Ami látszódik szerintem, tehát ami mutatja, hogy azért ez már nem egy mai darab, ugye néhol a technika, tehát ott, amikor az utcán mondjuk szépen kijön a járda alól, az elég látványos, illetve az olyan dolgok, amik így nagyon mutatják, hogy azért ez egy másik korban készült ez a film, hogy legalábbis ami így most újra nézve például szemet szúrt, az egyik az elején, ahogy így csak úgy simán ott szétharabdálja a bemutató alatt az emberkét az aligátor. Tehát, hogy manapság már olyan biztonsági előírások vannak, meg dolgok, hogy ez így annyira nem elképzelhető, meg a nézőknek a reakciója sem elképzelhető. Igen. De ami leginkább az a medencés jelenet. Tehát, hogy ilyet annak idején simán beleraktak, ma már azért nem sokan kockáztatnák meg, hogy a gyereket csak úgy behajítsák. Hát ez így van. Ez abszolút így van. Egyébként, ami talán még így erre a régies korra utal, amire te is gondoltál, az még a film vágása talán, mert hogyha egyébként meglepően ügyesen van vágva, de ugyanakkor nem feszessen. Tehát én mondjuk például érdemes a parti jelenetet megnézni, ami már majdnem a vége fele van, ha jól emlékszem. Hogy ott azért van néhány jelenet, ahol érezhetően a vágás segíti ki abba az alkotókat, hogy azért egyszer se látszódjon, hogy valójában valószínűleg négy keréken tolták azt a krokodilt körbe ott az emberek között. Az nagyon ügyesen van felvéve, szerintem. Igen, azt én is néztem, mert ugye ez még az agyon CGI-ozott kor előtt készült. Tehát szerintem, amiről beszéltek, az... Én nem azt mondanám, hogy régen nem voltak jól megcsinálva, hanem egyszerűen máshoz volt hozzászokva az ember, és ezért mást fogadott el a fantáziája. Engem a végénél egy picit zavart, mármint ennél az esküvői mészárlásnál, hogy kicsit olyan indokolatlanul mozgott. Tehát mindenkire rátámadt, aztán csak úgy eltűnt, de végül is senkit sem bántott úgy, vagy nem, kevés embert bántott igazán, tehát egy kicsit nekem indokolatlan volt, de ha onnan nézem, hogy a hatásfoka milyen volt, tehát nyilván nem tudták élesbe megmutatni, mint ahogy ma mutatnák, hogy valakit mondjuk felfal. Tehát ilyen szempontból tényleg nagyon jól volt vágva, és semmi ilyen B-kategóriás jellege nincs annak az egész jelenetsornak. Hát elméletek egyébként az IMDb-n azt találtam, hogy $1.5 millió volt a költségvetése, ami mondjuk így viszonyításképpen azt jelenti, hogy pont a tizede volt annak, mint amennyi a dolognak a költségvetése volt, ami kb. Ugyanebben az időszakból, nagyjából ugyanebben az időszakból származik. Mondjuk lehet, hogy a dolog az egy rossz példa, mert annak ellenére
Carpenter végig olcsó filmes volt a dolog, az az egyik legdrágább filmje volt. Hát igen, szerintem is, de egyébként az akkor sem volt olyan rettenetesen nagy pénz, de azért ezt jó, hogy behoztad, hogy régen, mai szemmel nézve iszonyú kevés dollárból dolgoztak. Tehát ma megdöbbentő, hogy azokhoz a mondjuk a 70-es, 80-as években számolt költségvetésekhez képest ma teljesen már sokkal nagyobb árak mellett dolgoznak. Hát példaként mondom, hogy az Ördögűző 2, ha jól emléksz, ugye az 77-es, és ha jól emlékszem, akkor 14 millió dollár volt a költségvetése, és akkor az volt a Warner legdrágább projektje addig. Tehát ez nagyjából azért behatárolja, hogy nagyjából akkor hogy mentek a költségvetések. Aztán ez a 80-as években körülbelül felmászott 30 millióig. Ma meg már inkább lassan már 300 milliót fejelgetik. Persze hát nem a horror zsánerbe. Amúgy, amit mondtál, hogy nem olyan feszes így a vágás, meg ilyesmi. Igen, egyébként valószínűleg én ezt éreztem annak, hogy valószínűleg aki most neki ül, úgyhogy ja, annak idején nem látta, és mondjuk fiatalabb, sok esetben lehet, hogy úgy jön át, hogy ez egy lassú film. Vagy hogy így unalmas akár, de igazából nem, csak tényleg ez a vágás technika, meg ilyesmi egy picit más stílust képvisel, úgymond. Tehát, hogy nekem például abszolút nem tűnik unalmasnak, de át tudom azt érezni, hogy valakinek például az emiatt. Én se azt mondanám rá egyébként, hogy unalmas, csak arra gondoltam, hogy nem feszes a vágása, hogyha mondjuk ezt a parti jelenetet nézzük. Ott ugye, hogyha megfigyeled, akkor a vágás leginkább arra szolgál, hogy ne kelljen ugyanúgy mutogatni magát a modellt. Nem pedig arra, hogy a nézőket egyfajta videóklipszerű zavargásba vigye vele, ahol tocsog a vér. De erre akkor még nem volt szükség. Ez egyébként ugyanez igaz mondjuk a néhány slasher filmnek a remake-jére. Hogyha megnézzük mondjuk Texasi vagy a Péntek 13 remake-jét, akkor egyértelműen bejön ez a videóklippes stílus a mészárlásba, aminek ugye az eredetiben nyoma sincs. Hát meg egy horrorban azért annak is lehet ereje, ugye, ha kitartok hosszan egy képet, de egyébként most így jobban belegondolva, amikor ott a csatornában mászkálnak, több jelenet is van ugye erről, azok szerintem kifejezetten izgalmasak, meg feszültségteliek. Főleg az első, amikor lemennek, ketten, de nekem még abban is volt egy kis suspense, amikor csoportosan bementek a rendőrök. Persze ott párhuzamosan mutatták, hogy az aligátor, vagy hát sejtették, hogy nem fog előkerülni, de nekem kifejezetten tudott működni a suspense, sőt, amikor az az FBI vezér bemegy, még, tehát abban is éreztem ilyen suspense-es jeleneteket, úgyhogy nekem nem volt lassú. Pedig most láttam először, és a 80-as években még nem éltem. Mondjuk ez tök jó, ennek örülök amúgy. Bár jó, mondjuk te azért filmes szemmel egészen máshogy nézed azért általában az ilyen horrorfilmeket is, mint mondjuk egy átlag ember szerintem. Tehát, hogy, jó, nyilván, csak mondjuk nem... Tehát én értem, hogy vannak ilyen ábrák, hogy amikor tudományosan megmérik, tehát effektíve megszámolják, hogy egy dramaturg, egy forgatókönyvnek hol vannak a csúcspontjai, mennyi vágás van benne, egy átlagos nit hossz az mennyire hosszú, és tényleg akár csak az elmúlt 20 évben iszonyatosan felgyorsult, tehát ez számszerűleg kimutatható, viszont azért azt tegyük hozzá, hogy ez nem az egész film kultúrára igaz, hanem mondjuk az elmúlt 10 évben mondjuk ez a hihetetlen gyorsulás, ami tényleg egy ilyen nagy amplitúdós grafikonokon szokták mutogatni, az leginkább azért a szuperhős filmekre jellemző. Tehát szerintem, aki fiatalabb, azért az sem csak olyan filmeket néz, mint mondjuk egy Amerika Kapitány 2, amiben aztán már olyan szinten fel van gyorsulva minden, hogy az akció jeleneteken kívül gyakorlatilag nincs is más. Tehát azért nyilván mindenkinek más a filmes szocializációja, de azért az egy kicsit falskép lenne, ha azt mondanám, hogy ma mindenki csak az ilyen nagyon durva klip esztétikára és nagyon durva akció esztétikára van rákattanva.
Igen, de hát a horrorra viszont ez azért jellemző. Még ha nem is most feltétlen, mert azért azt gondolom, hogy a statisztikákban az beleszámít, hogy a horrorban egyúttal van egy visszatérés a gyökerekhez, és az új gyökerek megtalálása effektus, ami nem támogatja ezt. De ugyanakkor a mainstream horror az egy olyan jó 20 éve elindult ezen az úton. Ha most nem azt mondom, hogy mindegyik igen, olyan, igen, mint egy szuperhősfilm, de összességében jellemző a mainstream horrorra ez. Az, hogy a műfaj közben keresi a gyökereit, és jönnek olyan filmek, mint például a Babadook, az valószínűleg csak a statisztikáját rontja a mainstream vonalnak ilyen szempontból. Bár egyébként most ez lehet, hogy csak az én véleményem, levéve a zsánerről a cápát, én ezt az állatos horror dolgot, én ezt nem feltétlenül annyira tartom horrornak. Én ezekre a filmeken általában marha jól szórakozok. De úgy félni, meg megijedni, meg ilyesmi, azt nem nagyon szoktam rajtuk. Na, egy pillanat, itt most egy picit szokásos stoppot benyomom, hogy még ne térjünk át teljesen az állatos horrorokra. Mert hogy egy dolgot még szerettem volna mondani, hogy azért is szeretem ezt a filmet, és ezt a 70-es, 80-as évek bizonyos vonalát, bizonyos horrorfilmeket, mert igazából nem tudom, hogy mi volt előbb, a tyúk vagy a tojás, de tök jól sikerült belevinni a filmekbe ezt a tipikus urban legend, városi legenda dolgot, hogy elterjedt ez a film, és utána azt lehetett hallani még az iskolákban is, hogy te hallottál, amikor leeresztették az aligátort a WC-n és a csatornába megnőtt és embereket evett? Ez szerintem egy marha jó dolog, és a horrorfilmnek egy ilyen nagyon erős tartó oszlopa lehet. Igen, szerintem is. Hát magának az nem csak a filmes művészeti ágban, hanem úgy általában a horrornak szerintem egy nagyon fontos jellemzője, hogy nagyon sok ilyen legendás, mitikus elem van benne, ami tényleg egy kicsit ez a szájról szájra megy, halad, hogy ti tudjátok, hogy ott a 100 évvel ezelőtt abban a házban mi történt, vagy abban a tóban mi történt, vagy szerintetek élnek-e még olyan lények? Tehát ezzel nagyon egyetértek, és szerintem az állatos horrorokban tényleg van egy ilyen hihetetlen faktora. Most is például ugye ebben a filmben benne van, hogy először nem hiszik el, hogy ott a csatornában egy ilyen kifejlődhet, és ennek tényleg megvan a maga ilyen fantasztikus eleme, egyébként ezzel nagyon egyetértek. Hát ugye ezeknek a horrorfilmek van egy, hogy is mondjam, egy olyan ismérve, vagy közös jellemzője, hogy valami olyanra mutat rá, amitől félhetünk, ami alapvetőleg az eredete nem természetfeletti. Akár minden nap találkozhatsz vele. Nyilván azért ez egy kicsit túlzás, hiszen mondjuk cápák nem minden nap vannak az ember közelébe, de mondjuk egy állatkertben már, vagy egy, nem tudom, egy ilyen tengeri látványosság parkban már akár ez is meg, bár a cápa az pont nem jó példa, mert ugye fogságban nem tartják, legalábbis a nagyfehéret, de mondjuk polip például ugye az olasz filmeknél, polipot is lehet akár látni filmeken, bárhol. Tehát egy olyan dolgot próbál meg a horrorba belevezetni, ami egyáltalán nem különleges és nem természetfeletti. Sőt, szerintem az aligátornál, de akár ez igaz a cápára is, még egy plusz érdekesség, hogy igazából a kitörök az utcára, és marha nagy a méretem, ezeket leszámítva, semmi olyan nagyon extra dolog nincs benne, hiszen ha mondjuk rákeresem a neten, akkor találsz egy csomó videót arról, hogy a csatornába találtak egy aligátort. Jó, nem egy 11 méteres, de találtak egy aligátort, mert éppen betévedt. Vagy mondjuk múltkor láttam egy videót, amikor egy csávó a saját háza előtt lévő kanálisba egyszer csak meglátta, hogy egy aligátorot figyelget kifele. Tehát alapvetőleg ez nem annyira a valóságtól elrugaszkodott, mint mondjuk, nem tudom, egy ördögűző például. Amikor a Hitchcock elkészítette a madarakat, nem ezért készítette, de a forgatás közben olvasott egy cikket, illetve mutattak neki egy cikket arról, hogy a korabeli Amerikában tényleg volt egy ilyen eset, hogy valamiért egy madárcsapat megtámadott embereket.
És akkor ennek nagyon megörült. És szerintem ez egy kicsit ilyen, ez a féligazságoknak az ereje, hogy úgy tudjuk, hogy történt már ilyen, vagy megtörténhetne, de azért kell erős fantázia hozzá, hogy elhiggyük, hogy tényleg amit a mozivásznon látunk, az úgy megtörténhet a valóságban. Igen, csak ez egy ilyen összekötő kapocs. Tehát arra gondolok, hogy mondjuk az ördögűző, most nem tudom, hogy miért hozom fel ezt állandóan, de épp ez jutott eszembe példának, hogy ott azért egy fontos dolog, hogy még egy ilyen határt képvisel, hogy nem azt mondod, hogy ez teljes fantazmagória, csak azt mondod, hogy olyan nagyjából az. És azért, amikor elolvasol egy cikket, hogy mit tudom én, valamelyik államban valaki megbolondult, és ördögöt üztek rajta, akkor hirtelen beugrik a film, és akkor azt mondod, hogy lehet, hogy mégse a nagy hülyeség. Tehát az valahol talán egy ilyen határérték, de ha már mindenképpen el kéne valahol helyezni ezeket a dolgokat, akkor azt gondolom, hogy az állatos horrorok, és ezzel együtt az aligátor, nem áll olyan borzasztóan távol a valóságtól. Hát nagyon nem. Persze. Egyébként meg ott van a mixe ennek az egésznek, az a katasztrofálisan Z kategóriás, nem is tudom már mi a címe, de ilyen cápa ördögűző valami. Ó, igen. Nem tudom, láttátok-e, borzalmat? Tényleg hát borzalmat. Az előzetest. Én a teljes filmet azt nem mertem. Én megnéztem, fantasztikus élmény volt. Nem csodálom. Jó, állatos horrorfilmek, most már egyértelműen áttértünk ide. Mit tartotok? Tehát azért húzzunk egy határvonalat, vagy legalábbis szűkítsük minimálisra, mert hogy tényleg annyira borzalmasan tág tulajdonképpen ez az alzsáner, hogy rengeteget lehetne róla beszélni. A hüllők azok ugye most már egyértelműen ide tartoznak, már csak az aligátor miatt is. De például azért mondjuk a rovarokat is vegyük ide, illetve ott vannak mondjuk a madaras, meg ilyen hasonló filmek. Tehát, hogy mi az, ami mindenképpen az állatos filmbe beletartozik, mi az, amit kizárhatunk? Egyetem van olyan, amit kizárhatunk ebből? Hát szerintem, hogyha így mondjuk a szubzsánert, hogy az állatos horrorok, akkor nem kell kizárni szerintem semmit. Mondjuk, remélem hideg és meleg élelemmel készültetek. Mondjuk van ez a hangyás film, ez a négyes fázis, jól mondom, Gábor, te biztos tudod. Van, igen. Igen. Na például azt mondjuk nem sorolnám ide, mert az nem horror szerintem, az inkább egy science fiction. Hát az kicsit olyan egyébként, mint az Andromeda tör szerintem. Igen, igen, pontosan, ezért mondom, hogy azt például én nem sorolnám ide. Vagy mondjuk az annyira teljesen... nem tudom, mert hogy ugye azt mondjuk, hogy horror film zsáner, és ugye abban benne van a film szó, és mondjuk a békákat azt azért a filmen nem bélyegezném meg. Tehát lehet, hogy egy diafilm az komolyabb munka, mint az a borzadmány. De akkor így a Dem például, vagy a Tarantula, az mindenképpen akkor azt mondod, hogy ez... Szerintem igen. Igen. Mert hogy ezek a klasszikusok úgymond, tehát hogy ezek még ugye a cápát, meg minden egyebet, madarakat megelőzték, a Dem, meg a Tarantula és ezek, és azért ezeknél a minőség is, tehát ezek még mai szemmel is brutálisan jók, legalábbis szerintem, akár mind a kettő, tehát ez nekem például két kedvencem, és tök jól működnek, tehát hogyha valakit nem zavar az, hogy fekete-fehér, meg nem zavar az, hogy milyen korban született, akkor ezek nagyon jó, működőképes horrorfilmek a mai napig, és tudományos alappal valamennyire. Szerintem annál is inkább működhetnek, és kicsit válaszolok is most a kérdésedre, hogy nem lehet, szerintem nem kéne kizárni így specifikusan állatcsoportokat, mert én például pusztán egy madártól, vagy egy emlőstől nem igazán riadok meg, viszont a rovarok nálam pont ugyanabba a kategóriába esnek, mint a hüllők. Tehát nekem például erre az adásra felkészülni, ez egy nagy bátorságpróba is volt, mindenféle állatokat nézegetni, amikor emberekre támadnak. Viszont én is azt gondolom, hogy inkább tematikailag kéne nézni a dolgot. Tehát van az, amikor kifejezetten az a lényeg, hogy az állat megvadul, és szembe kerül egy családdal, egy emberrel, de lehet mondjuk az egy kifejezetten sci-fi vonatkozású film is, ahol előkeveredik mondjuk az, hogy kísérleteznek rajtuk,
vagy esetleg valami régi faj feltámadhat, mondjuk ilyen Pirányára gondolok például, de lehet egy katasztrófa film is, aminek meg már van ilyen nagyobb társadalmi morális üzenete is, mint például a Madarak, vagy hát ugye sokan azt már inkább katasztrófa filmnek tartják, tehát ugye eleve ritka ez a tiszta műfajiság, és szerintem így kéne inkább osztályozni ezeket az állatos horrorfilmeket, hogy mit akar mondani. Azt, hogy mind meghalunk, hát mi mást mondaná. Vagy mi lenne, hogy rámennénk arra vonalra, hogy ki melyik filmeket szereti ezekből, mármint úgy értem, hogy melyik állatos filmeket, és lehet, hogy kapunk három különböző választ mondjuk, akár úgy, hogy a régiekből, az újakból, vagy valahol a közepén, és akkor azon a vonalon próbálnánk megtárgyalni, mert akkor lehet, hogy akkor így összetudjuk kombinálni a beszélgetést. Hát egyből tudok mondani egy párat, amik ilyen nagy kedvencek, illetve én például meg tudom mondani, hogy én annyira az ilyen víz alatti filmeket mondjuk annyira nem szeretem, kivételből persze klasszikus Cápa, vagy a Háborgó mélység Pirálya, de ezek azért nem kedvenceim, és mondjuk szeretem az ilyen kutyák és egyéb dolgokat, de például ami nálam, az egyszer a Vadállatok napja, amit nagyon szeretek, az ilyen gyerekkori kedvenc. Az a 70-es? Igen. Grizzly szintén abból az időszakból, illetve a Wild Beasts, ami egy olasz, mindjárt mondom. Ezt hirtelen nem is ismerem például. Ne. A Grizzlyt azt most néztem meg újra egyébként, és kicsit vicces volt, hogy a medve mindig két lábon jár benne. Na, bocsánat, közül megtaláltam, ez a Franco Prosperi féle Wild Beasts, Belve Feroci, Feroci szerintem, 84-es, és ez szerintem például egy zseniális minden nap, mai napig, amikor egy német állatkert, illetve egy német városban a vízbe belekerül egy szer, amitől megvadulnak nem csak az állatok, hanem az emberek is, de ezt rávetítik egy helyi nagy állatkertre, ahonnan elszabadulnak az állatok. És ez egy rohadt jó film a 80-as évekből, 84-ből. Na, én erre rá is keresek, mert ezt nem ismerem szerintem. Hát ezt ajánlom, ráadásul megjelent az utóbbi években a Severinnél is Blu-ray-en, úgyhogy én azt egyből elő is rendeltem, amikor ők ezt bejelentették, mert VHS-en, ugyanúgy, mint ahogy a Vadállatok napja. Hát, hogyha azt veszük, akkor egyébként picit hasonló, hogy valamivel az ember az belenyúl a természetbe, tehát ott ugye mondjuk az ózonlyukakra fogták ezt az egészet a hegyen, ahogy megvadulnak, és azt tegyük hozzá, hogy ott például Leslie Nielsen is szerepelt, míg a Wild Beast-ben itt pedig lényegében egy drog miatt vadul meg mindenki. Egyébként így, amiket mondtál, azokból talán én a Grizzlyvel voltam úgy, hogy azt így hirtelen nem biztos, hogy tudtam hova tenni azt a filmet. Mármint így a horror vonalon. Tehát most így megnézve, nem tudom, szórakoztatónak nem szórakoztató, véresnek talán nem mondanám, inkább egy ilyen nagyon extra kaland film, vagy nem tudom, tehát nem tudom, ott nálam rezgett a horror léc annál a filmnél nagyon. De lehet, hogy csak én látom így, megmondom őszintén, hogy körülbelül szerintem olyan 25 éve láttam először, és most néztem meg újra. Mondjuk, ha már mondod így, hogy kalandfilm, akkor itt fel is teszem a kérdést, hogy például a Jurassic Park az állatos horrornak számít-e? Én abszolút nem tartanám állatos horrornak. Lehet, hogy hülyeséget mondok, de hallottam már erről egyszer egy beszélgetést, ahol azt mondták, hogy a könyv az igen, de a film az nem. A filmet vegyük alapul, mert ugye a filmekről beszélünk, és az lehet, hogy tartalmaz horroros elemeket, de hát az alapvetően egy ilyen családi kalandfilm. Mondjuk ez olyan, hogy például néztem listát, és ott az Orkát így felrakták a legrosszabb állatos horrorok közé, ami szerintem abszolút nem igaz, például azt jobban szeretem, mint a Cápát, pedig erősen dráma jellegű még amellett, hogy horror is van benne.
hú, hallott, képzeld el, hogy ezt most megnéztem azt a filmet, és megmondom neked őszintén, hogy én emlékeztem rá. Tehát most, hogy vannak ilyen filmek, hogy így marha rég láttad, és most megnézed újra, és akkor így kb. Minden harmadik kockából rájössz arra, hogy igen, igen, ezt láttad. És az az igazság, hogy én értem a filmnek a gondolatait, de engem olyan mélységesen taszított ez a film, és öncélúnak véltem, hogy egyszerűen megbocsáthatatlanul ízléstelen szerintem az a film. Tehát az az elején, amikor, spoiler, amikor ott az a kis kart, vagy gyilkos bálna bébi kiesik az anyjából, hát az valami olyan szinten gyomorforgató jelenet, hogy ahhoz az tényleg ritkán látni ilyet. És semmi funkciója a film tekintetében. Tehát, és akkor még ráközelítenek a másik Delphire, vagyis bocsánat, bálnára, hogy mintha sírna a szemével, tehát borzasztóan öncélú. Engem kimondottan fölháborított, megmondom őszintén. Pedig maga a film, egyetértek veled, van egy drámai vonala, van értelme, lehetne ebből egy jó film, de az öncélúsága az kivételesen pedig annak előtt tudod, hogy a horrorban azért régóta benne vagyok, de ennek a filmnek nagyon taszított az öncélúsága. Az a baj egyébként, hogy a regényre nem emlékszem, pedig azt is olvastam még így tizenévesen, és tudom, hogy tetszett, de hogy mekkora különbségek voltak, vagy hogy mi az, ami már csak a filmben van benne, arra nem emlékszem, egyáltalán nem rémlik. Ha ezeket a jeleneteket kivágnám belőle, akkor azt mondanám, hogy ez egy jó film. De van egy-két ilyen film, ahol egyszer csak van egy jelenet, amit nem igazán érted, hogy miért van ott, és nekem ennél sok ilyen volt. De lehet, hogy ez csak az én heppem. Akkor mondjad, hogy neked mik a kedvenceid egyébként? Hát a régiek közül az egyik első, amit én nagyon szerettem, az a Kingdom of the Spiders. Azt én valahogy nagyon csípem azt a de egyébként valószínűleg azért, mert azt nagyon fiatalon láttam. Szerintem abban így igazi pókokat alkalmaztak, és kb. Arról szól, hogy a pókok így elfoglalják a világot. Nincsenek benne óriás pókok alapvetőleg, inkább ezen a madarak vonalon halad, ha jól tévedek. Aztán, amit én nagyon bírom, a cápának ez a ripoffja, ez az utolsó cápa, az olasz film. Azt biztos tudod melyik, ami VHS-en jelent meg nálunk. Persze, de egyébként az olaszoknál elég jó ilyen ripoffok voltak. Egyébként szerintem ez a film, ez így tök megállja a helyét a maga nemében. Persze nyilván van egy-két fura dolog, bár hozzátenném, hogy mindig az olaszokat azzal baszkurálták, hogy de hát a igazi cápákról vágtatok be természetfilmekből felvételeket, hát mint kiderült számomra, múltkor egy doksi film kapcsán Spielberg is használt igazi cápákról felvételeket a cápába, vágóképként, tehát ez sem feltétlen, csak az olaszok találták ki. Én azt a filmet, azt kimondottan bírom. Ráadásul, ha jól emlékszek, akkor talán a Cápa 3 után jött ki, ha nem tévedek, és ugye azért is lett ez a címe nemzetközileg, hogy az utolsó cápa, mert az olaszok így nem titkoltan az utolsó folytatásnak szánták, miközben nem rendelkeztek a jogokkal. És hát azt kell, hogy mondjam, hogy ahhoz képest, hogy a Cápa 3-4 milyen, ahhoz képest ez az olasz film, ez egész jó. És hogyha mondjak valami újat is, akkor az új Pirányát, azt én nagyon kedvelem. Szerintem az egy baromi szórakoztató film. Mondjuk, hogy a horrorhoz mennyi köze van a vérmennyiséget leszámítva, azt nem tudom, de marha szórakoztató. Hát azért az alapvetően simán bele besorolható, ott úgy ömlik a vér, meg olyan testrészszakadás van, meg mellett, várjál, most nem emlékszem, hogy az alapban vagy a folytatásban volt az, hogy már ilyen soft pornóba ment, de mindenképpen felnőttek. Az már azt hiszem, hogy az a folytatás talán, ami már igen. Konkrétan tényleg... hogy is fogalmazzunk. Tehát azért szoftpornónak simán beillő kategória. Az talán, egyébként szerintem az is egy tudatos választás volt, tekintve, hogy az egyik főszereplő benne a The Hoff, úgyhogy akik tulajdonképpen kiröhögi saját magát benne. De azért az első film az úgy, hogy mondjam, olyan
olyan ízléses módon volt szórakoztató, és közben marha véres. Egyébként, hogyha még egy film van a Szörny, a szintén krokodilos film, az szintén szerintem ez a szórakoztató vonalat nagyon jól megtestesíti. Azért nem megy át poénba, de szórakoztató film. Én annak az szerintem első... A Pirányás sem megy át azért. Hát, szerintem azért a Piránya az új, az már finoman megkarcolja a paródia jelleget. Nem azt mondom, hogy az, de vannak olyan utalások. Eleve a Christopher Lloyd karaktere az már úgy magába egy paródia, vagy az elején, amikor a Richard Dreyfuszt ugye benyeli a tó. Tehát azért van igen. lépés, amivel rálép arra. Sőt, hát ott maga ez, ahogy esnek le a testrészeik, hát az néha leplezetlenül nyilván egy paródia, de ennek ellenére meg nagyon brutális. Tehát azért nem megy át ilyen horror komédiába. Tehát ott azért nekem voltak ilyen, hát kicsit jó értelemben horrorrajongóként szólva ilyen gyomorforgató jelenetek. Mondjuk én általában az ilyen filmekkel úgy vagyok, hogy nem tudja megfordítani a gyomromat hasonlóan a Hullajóhoz. Hogy valahol, amikor érzem azt, hogy az alkotó is szórakoztatni akar elsősorban, akkor azért én se tudok feltétlenül undorodni ezen. Tehát amikor a vicc kategóriába elmenten akar szórakoztatni, és hát ez megtörténik a Hullajónál, nálam a Piranyánál is megtörtént. Egyébként a második része, az talán pont azzal veszíti el azt, ami az elsőnek sikerült, hogy ott már azért nagyon nyíltan azt mondják, hogy én egy paródia film vagyok. Tehát ott már engem egy pillanatra sem lehet komolyan venni. Szerintem, ami ilyen döntő pont lehet, hogy maga ez a túlzott testcsonkítás az egyértelműen a paródia felé viszi a filmet, viszont számomra az ilyen undorító állatok és veszélyes lények, azok viszont, ha meglátom őket, és főleg ha akcióba lendülnek, akkor egyszerűen nem tudok arra gondolni sokszor, hogy ez paródia. Tehát ha nagyon véresre csinálják meg, akkor viszont azért van bennem egy ilyen viszolygás. Annak ellenére, hogyha az első perctől kezdve érzem, hogy ebből ő viccet akar, mármint, hogy rendező viccet akar csinálni az egészből. Illetve még egy filmet megemlítenék, amit majd Gábor kijavít, hogy mennyire állatos vagy nem, de az nekem ilyen tökéletes vesszőparipám az a film, mert az egyik legutáltabb horrorfilm, amit egyben imádok is, a Harapás. Nem szeretem a kígyókat, hozzátenném, és az a film az ilyen nagyon kígyós és nagyon undorító. Azt szerintem egyébként beleilleszkedhet. Az egy ilyen érdekes keverék a testhorrornak az állatos horror. Igen. Én azt nagyon fiatalon láttam annak idején moziban, és hát engem lesokkolt, és azóta sem kötöttem barátságot a kígyókkal. De egyébként az viszont azért vegy tiszta horror viszont. Tehát ott azért nincs meg az a kérdőjel, hogy vajon ez egy kalandfilm, vajon szórakoztatni akar, nem, az szerintem legalábbis. De nem hiszem, hogy sokan látták, Gábor biztos, hogy látta, úgyhogy de én azt gondolom, hogy az egy horror viszont. Tehát ott annyiba biztos, hogy jobban működik néhány állatosnak titulált filmtől, mondjuk esetleg itt egy óriás polip filmtől, hogy ez tényleg azért elég kőkemény horror. És van azért némi drámai vonala is, de közben elég undorító. Számomra. Szerintem az igazi olaszos mocskosság van benne amúgy, ami ott a 80-as években nagyon jellemző volt az itáliai horrorfilmekre. És szerintem abban a filmben, ami még ilyen nagyon pozitívum, hogy azt szintén megnéztem, azt egyébként nem most, az körülbelül egy 2 hónappal ezelőtt, amikor szóba se került, hogy beszélünk ilyen filmekről, és az viszont a mai napig mocskos jól néz ki. Egyébként egy extra miatt tulajdonképpen azért, mert az derült ki az extrából számomra, hogy tulajdonképpen nagyon-nagyon sok igazi kígyót használtak a felvételek során.
Tehát ezért tűnik olyan marha jól kinézőnek a film, mert amikor csak lehetett, akkor igazi kígyót használtak. De szerintem a mai napig marha jól néz ki. Marci, neked mik a kedvenceid? Én nekem jellemzően azok tetszenek jobban, amiknek inkább a drámai feszültség ereje nagyobb, és én Állatok napja címen találtam meg, ez lehet, hogy mindenféleképpen fordították, Vadállatok napja, vagy Állatok napja. Tehát annak például szerintem annyira jól működik van egy ilyen filozofikusabb éle is a dolognak, és maga, ezt nagyon szeretem, amikor a suspense-t fokozatosan építik fel, az például nagyon jól működött, illetve amit én nagyon kedvelek, és szerintem abszolút beleillik ebbe az állatos horror kategóriába, az a Cujo című film. Ott egy kutyus változik, hát ilyen fél zombivá, és tök érdekes, hogy a filmnek mondjuk ugye a kétharmada az egy helyszínen játszódik. Nem akarom lelőni a point, esetleg aki nem látta, de ott egy gyerek és egy anyuka kerül veszélybe, és teljesen elhagyatott vidéken. Tehát például ezeknek a fő feszültség ereje, amikor érzem, hogy ott van egy állat, aki ugrásra kész, de nem támad rá rögtön, és nincs meg ez a direkt mindenáron neki megyek mindenkinek, hanem van egy ilyen feszültség tartó éle, ezeket nagyon szeretem. És ezáltal van egy drámája is az egésznek, és nem csak az van, hogy lever a víz. Meg mondjuk, nem tudom, én azért hozzáteszem, hogy mint ahogy utaltam rá az adás elején, hogy azért horror ide vagy oda, amikor valami nagyon gusztustalan állatot látok, hát nem, szóval nem tudok úgy jól esően borzongani. Tehát sokszor van ez a nagyon éles viszolygás bennem, és megmondom őszintén, ez nem annyira jó élmény. Tehát nem tudom, hogy ti hogy vagytok vele, de szerintem a horrornak azért lehetnek olyan aljzsánerei, amik még egy horror rajongónál is esetleg kiütik a biztosítékot. Hát de ez valószínűleg egyénenként is eltérhet. Igen, hát ez valószínűleg egy ilyen fóbia valamilyen formában. Igen. Én nem szeretem a kígyókat, de nagyon ilyen kígyós horror, leszámítva ezeket a moslékokat, ezeket a Anaconda 17, tehát ilyeneket leszámítva, nem is nagyon ismerek kígyós horror, tehát hogy így a harapáson kívül, mert az Anaconda első része, azt én nem tartom horrorfilmnek. Ez micsoda akkor? Hát szerintem az egy kalandfilm. Egyébként még a struktúrája is olyan. Elmegyünk a ritka növényt megkeresni a dzsungelbe, tehát olyan nagyon tipikus ez a, mintha a sztoriát így kölcsönkérték volna a 70-es évekből valami kalandfilmből. Aha. De az igaz, hogy van benne közben egy marha nagy kígyó. Tehát, hát még amúgy ez van még 73-ból, ami egy ilyen nevesebb és közismertebb darab. Na, azt nem ismerem. Lehet, hogy arról lemaradtam szintén. Arra is keres rá akkor szerintem. De igazából tényleg csak S betűk és 73-as, úgyhogy megtalálod. Oké, megvan. De amúgy az Állatok napja, Marci, az igen, az lehet, hogy én mondtam rosszul, Vadállatok napja, de lehet, hogy még annó VHS sem volt így, és azért rémlik. Ugye arra gondoltam, azt mondtam én is, és az egy tényleg egy nagyon erős film, ráadásul marha jó. Tehát én annyira szeretem, amikor van egy olyan színész, aki beleragadt egy bizonyos karakterbe, és mindenki arról ismeri, és akkor megnézel egy ilyen régi verzióját, amiben meg így ilyen vadállatba átmegy lényegében, és semmi köze hoz a humoros kis vicces kis őszhajú fazonhoz, akit amúgy nem tudom hányszor láttál. Igen, egyébként abban a filmben az ilyen, mondjuk akik Amerika iránt érdeklődnek, vagy az amerikai kultúra iránt, ott ugye nem csak az ózonlyuknak a problémája jön elő, hanem az amerikai társadalomnak az ilyen különböző feszültségei is, de amúgy ez nekem is tetszett. Ez nekem is tetszett, és szerintem, mint filmként nézve, ha összevetem az eddig szóba került alkotásokat, akkor az Állatok napja, az talán az egyik legigényesebb és legjobb ezek közül, mint film.
Igen, de azt talán így a zsáner egyik alapjának is tartják. Tehát azt így, szerintem abban megegyezhetünk, hogy az az egyik legjobb. Hogyha, és talán annyira nem ismert a mai fiataloknak, tehát arra mindenképpen érdemes rápróbálni. Igen, egyébként én a Cápát nem igazán szeretem, nem vagyok nagy Spielberg rajongó, viszont ott is el kell mondanom, hogyha úgy nézem, hogy milyen alapsémákat, sablonokat tett le az a film, akkor valami zseniális. Tehát kezdve onnantól, amikor maga ezek a karakterek, akiket behoz, ugye van a nem eléggé elismert Roy Scheider, és mint sheriff, és akkor bejön a szakértő figurája, és bejön egy ilyen kicsit macsóbb, állatiasabb cápavadász is, és nem tudom, megvan ez a jelenet, amikor tanácskoznak a városba, hogy mi legyen, és egyszer csak végighúzza a körmeit a táblán, és annak a hátborzongató hangját, és tele van ilyenekkel az a film. Tehát szerintem ilyen értelemben nézve a Cápa még az, ami a csúcsok csúcsa filmkészítői szempontból, tehát tényleg a zseniális toposzokat ejtett el, amit aztán minden film mindmáig újra-újra hasznosít. Egyébként így a Cápára azt gondolom, hogy hasonló vagyok én is, mint te, mert én se szeretem Spielberget egyébként, de a Cápa az egyik kedvenc filmem. Úgyhogy mellette egyébként talán még egy olyan Spielberg film nincs, amire ezt mondanám, hogy csak így top. Hát mondjuk talán még az Indiana Jones, az még talán. De... Hát de azért ott a George Lucasnak erős volt a behatása. Azt nem mondanám tisztán Spielberg fantasmagóriának. Szerintem George Lucas egész életében egy üzletember volt, és a filmezéshez sosem értett, de ebbe inkább nem akarok belemenni, mert Star Wars fanok égő kereszteket fognak a kertembe rakni. De hogy azt akartam mondani, hogy tulajdonképpen amire te gondolsz szerintem, ha mondhatom így, az viszont a Cápa esetében nem az, hogy az áltos horrorok tekintetében formabontó, hanem akár az egész horror műfaj tekintetében. Tehát például nagyon érdekes, hogy a Cápából nagyon sok mindent megtanultak a filmesek. Nem feltétlenül módszereket, nem feltétlenül ijesztegetéseket, hanem például azt, hogy a közönség hogy reagál bizonyos dolgokra. És ez egy nagyon érdekes dolog abban a tekintetben, hogyha megnézzük, hogy ebben az időszakban milyen horrorok készültek, akkor bizony a Cápa az egyik első lépés, ami elindul a modernkori horror irányába. Tehát ez egy nagyon fontos indukátorfilm volt. És hát persze a Spielberg telerakta újításokkal, amiket előtte nem használtak. Hát én például nagyon-nagyon kedvelem azt a filmet, miközben egyébként veled hozzád hasonlóan nem vagyok Spielberg fanatikus. Egyébként abban is megnyilvánul, ha már beszéltünk erről a klip esztétikáról és a gyorsvágásokról, ugye már abban a korszakban beszéltek a klip esztétikáról, hogy az akkor újnak számító horrorok, és a Cápa az abszolút fordulópont volt. Tehát az amerikai filmtörténetben az 1975-öt azt egy korszakos fordulópontnak tartják, tehát két korszakot elválaszt, és onnan határozzák meg ezt az újfajta ilyen felgyorsult, blockbusterekre épülő klipesztétikát, nagyon alkalmazó filmkultúrát, tehát a Cápának hatalmas hatása volt ilyen szempontból. Jó, hát amúgy ott van például előtte kicsivel, pár évvel például a 72-ből a Night of the Lepus. Nem tudom, hogy azt amúgy mennyire tartjátok horrorfilmnek, mert az annak készült, tehát ma már vicces, hogy óriás nyulak szaladgálnak. Én nagyon szeretem, és annak idején a TNT-n néztem szerintem legelőször, és imádtam. De hát ez egy ilyen jóval lassabb, klasszikusabb, hagyományosabb megoldásokkal épülő kis science fiction horror, hogyha azt vesszük. Hát igen, de megint azt tudom mondani, hogyha el tudod hinni, hogy a nyúltól félsz, akkor tehát mindig itt az állaton nagyon nagy a hangsúly. Ritmustól függetlenül szerintem az egy jó film. Mai szemmel nézve is, de nyilván más, mint egy mai horror. Egyébként szerintem is egy jó film. Csak azt gondolom, hogy amit előbb mondtam, hogy Spielberg alapvetőleg, hát igen, nem csak a horrort, hanem
akár magát a mozit is megreformálta, és hogy ehhez pont egy áltos horroron keresztül vezetett az út, az csak egy, az egy furcsaság, mert ha megnézzük az egész zsánert, akkor azért valahol a cápa azért csak kiugrik ebből. Tehát azért nem tudnánk egy hasonló állatos horrort mondani, mint a cápa. Hozzátenném a hatásmechanizmussal együtt, amit gyakorolt a filmművészetre. Egy filmet én még egyébként megemlítenék, amiről nem beszéltünk, hogyha jól emlékszem, akkor senkinél nem került szóba, ez a Razorback. A vaddisznó? Igen. Ja, az az ausztrál film, ugye? Ez egy ausztrál film, igen, és hát egy ilyen abszolút klippes, hogyha már itt a klippes dolgok szóba kerültek, és ugye egész Ausztráliát lényegében egy ilyen vörös sivatag, de ez az igazi horrorisztikus sivatag képében festi le mocsokkal, mocskos emberekkel, és egy olyan szörnyeteggel, ami már ilyen túlvilági. Igen, az szerintem is ott egy ilyen fura határ van ebbe, hogy valahogy nem tűnik elég realistának, de egyébként maga a film az valóban említésre méltó, mert egyáltalán nem rossz. De hogy maga a disznó az ilyen kicsit igen, tehát ez a nem nagy, de egyébként érdekes, hogy most visszautalnék egy pillanatra az elejére, amikor arról beszéltünk, hogy Urban Legend, hogy ez is valahol rástimmel az ausztrál Urban Legend dologra, amit ott láthatunk. Valószínűleg tartom, ráadásul ott az előbb született meg maga a legenda, meg a pletyka, mielőtt a film. És tulajdonképpen azt használták ki. De mindenképpen szerintem egy érdekes darab, és érdemes megnézni. Illetve amikor néztem itt az állatos horrorfilmeket, egy darabra ráleltem, amit még nem láttam, viszont nagyon jónak tartják, illetve érdekesnek tűnik, ez a White Dog. Fehér kutya vagy fehér dög címen is ismert, 82-es, és abszolút nem találkoztam még vele. Én se hallottam még róla egyébként. Csak hogy végignéztem ilyen listákat, majdnem mindegyik ismerős volt, vagy jobb vagy rosszabb emlékekkel. Úgyhogy általánosságban nagyon sok állatos horror van egyébként, elképesztően sok, rengeteg az, ami eljutott Magyarországra, és rengeteg az, ami nem, de így, mit tudom én, VHS-en, meg külföldről rendelgetve azért előkerült, de nagyon kevés olyannal találkoztam, ami egyszerűen így elkerülte teljesen a figyelmet, ez például olyan volt, és ilyen meglepetésszerűen, mert hogy tényleg jónak tűnik. Még ha így soroljuk, hogy mi az, ami még esetleg szóba jöhet, ami nekem eszembe jut, és nem feltétlenül tisztán horror, sőt biztos, hogy nem tisztán horror, vagy nem a mai mércének felel meg, mondjuk én eléggé kedvelem a Cat People-nek mind az eredetiét, mind a remake-jét, vagy még esetleg a King Kongot, azért érdemes, ami persze inkább katasztrófa film, de nyilván megvan ez a horrorisztikus eleme, és itt mondjuk még ami eszembe jut, hogy azért a fantasyk is elég gyakran szoktak használni ilyen, főleg a saját varázslatos világukban, mint ilyen veszélyes, sötét elemekként mindenféle állatokat. Tehát egyébként maga az állat, mint horrorisztikus elem, vagy akár egy nem ebbe a szubzsánerbe tartozó horror is használhat állatot. Tehát hogy ez az alapvetően egy népszerű húzás, tehát... Ha például a nagy kedvencemre, Argentóra gondolok, ő például általában például a dzsállókra, amikről már beszéltünk részben, állandóan előkerülnek benne állatok, tehát azért maga az állat, mint egy lehetséges félelemforrás, az úgy gyakran erőszakott jönni, de az még nyilván attól nem lesz állatos horror. Hát jó, hát ugye azt tudjuk jól, hogy a horrorfilmek azok lényegében a félelmeinket testesítik meg, illetve öntik a filmvászonra, és hát igen, tehát az állatoktól, tehát szerintem nincs olyan ember, aki valamilyen állattól, bármilyen rovartól, emlőstől, akármitől ne félne, vagy tartana legalább, és tehát ezt a minimum tartást, ezt nagyon ügyesen felhasználják a horrorfilmek, vagy ahogy mondod, a fantasy filmek, úgyhogy állandó táptalajt szolgáltatnak lényegében a félelemkeltéshez,
Úgyhogy már csak azért is ennyire bő a választék, és ennyire népszerű ez a műfaj, mert hát egy alapvető ősi ösztönön alapul, ami már valószínűleg az őskorszaktól kezdve az emberben van, amikor még mindenféle acsargó vadállattal találta szembe magát. És azt gondolom, hogy ezt rá lehet húzni ráadásul egy másik félelemre, az ismeretlentől való félelemre, mert hogyha valahol, bármilyen filmben, valami olyan helyre keveredünk, ahol esetleg még nem jártunk, lásd magas hegyek, mély tenger, akkor nyilván mi a logikus, azonnal egy állat támad rá a szereplőkre. Tehát megfelelő alanyok, hogy amikor az ismeretlenbe hatolnak a főszereplők, akkor épp egy állat ijessze meg őket, akár nem is feltétlen egy valós állat, hanem mondjuk 10-szer akkora, vagy éppen mit, három füle van, vagy mit tudom én. Igen, ilyen szempontból nagyon hasonlóak, mint nem tudom, az Alienek, vagy bármilyen ilyen inváziós filmeknek a szörnyei. Tehát ez az idegentől való félelem, ez is abszolút benne van a dologban. Mi pedig lényegében szerintem átbeszéltük a műfajt, még a végén még leástunk a gyökereihez is. Úgyhogy hát lényegében azzal kezdtük, hogy kinek mik a kedvencei, vagyis hogy hát amiket leginkább megemlítene. Gondolom akkor itt mindenki elmondta körülbelül azt, amit szeretett volna, ugye? Igen. Persze. Mert akkor jöhet az, hogy mik azok, amik legrosszabbak szerintetek. Itt olyan két-három címet. Hát ugye szerintem alapvetőleg az a legrosszabb, hogy az állatos horror megint a horrornak egy olyan ága, ami tökéletesen alkalmas arra, hogy rengeteg folytatás készüljön csak videóra, csak DVD-re. És amikor ezt így a 90-es évek végén, 2000-es évek alatt még nyakon öntötték a pocsék CGI-jal, és akkor egymás után születtek meg a Anaconda 17 című film, vagy akár mondhatnám a Sharktopus hasonló marhaságokat, akkor az úgy szerintem alapvetőleg méltatlan az egész műfajhoz ez a hullám. Ez abszolút jogos, tehát ilyen Z-kategóriás filmeket simán fel lehet most sorolni, ilyen akár tizet is, amik egyszerűen nézhetetlenek konkrétan, de mondjuk vegyünk olyanokat, amik úgymond nem szolgáltak rá, tehát hogy alapvetően nem nézhetetlenek, vagy nem... Nem a Z-kategória, csak szar. Igen, csak egyszerűen valamiért neked abszolút nem. Hát az egyik ilyen az például az Octopus, az óriási polip. Azt hiszem talán az volt a magyar címe, hogy a Mokép kiadta, óriás polip. Óriás polip, én meg akkor elmentem, sziasztok. Nagyon szeretem azt a filmet, csak azért. Igen? Imádom a zenéjét, és amúgy egy ilyen tiszta cápa. Egyébként a zenéje az tényleg kiváló a filmnek, csak valahogy az a baj, hogy vannak olyan megoldásai, ami... hogy is mondjam, szerintem mondok egy sztorit. Ugye van ez az utolsó cápa, amit ugye már említettem. És nem tudom, hogy te ezt hallottad-e, ezt a sztorit, de ennek a filmnek akartak csinálni a második részt. És azért nem készült el a második rész, mert a műanyag, műcápa, amit az elsős csináltak, az elsüllyedt, és túl drága lett volna megjavítani, ezért inkább nem lett film. Na, valahogy ez úgy az egész olasz filmgyártást egy kicsit, hogy mondjam, jellemzi ez a sztori, és én emlékszem rá, hogy ebben az óriás polipban van egy jelenet, amikor mutatnak egy babakocsit a parton. Ugye jól emlékszem rá, hogy van ilyen. Volt, igen, volt egy ilyen. Hosszasan mutatnak egy babakocsit, és elméletek attól kéne félnünk, hogy jön a nagy semmiészes, tehát csak eltűnik a csecsemő a babakocsiból. És ez szóval, hogy még egy rohadt polipcsáp semmi, sincs ott, semmi, csak hogy nézzük hosszan a babakocsit, és akkor egyszer csak eltűnik a gyerek, és számomra ez egy annyira fura jelenet volt, hogy így utána nehezen tudtam komolyan venni ezt a filmet. Egyébként abban egyetértek veled, hogy minden más tekintetben tök jó, csak van benne néhány olyan dolog, ami ugye az olasz tipikus filmkészítés, ami nekem ebben az esetben itt néhány helyen nem működött. Más? Most gondolkodok egy picit, hogy mi az, ami nagyon nem tetszett. Hát az a baj, hogy én például az, hogy a szörnynek a folytatásai, azt belevenném abba, amit előbb mondtam, hogy ez a silány folytatások,
ami mocskos rossz CGI-jal. Volt egy Denevérek című film, az is nagyon rossz volt. Az is talán még a VHS, de még lehet, hogy az DVD-n is megjelent, talán? Megjelent, megvan. Megvan, itt van a gyűjteményben. Na, az emlékszem, hogy az nem egy velős darab volt azért, azzal voltak gondjaim. Én sem vagyok rá büszke, hogy itt van. Ez olyan, tudod, hogy azért ott kell, hogy legyen, de gondolkodok, hogy még mi lehet olyan. Hirtelen nyilván most más nem nagyon jut eszembe. De Száfa 2, 3 és a többi az is beletartozik, gondolom, az ilyen franchise-okról alkotott, előbb felvázolt véleményedbe. Egyébként szerintem a Cápa 2 az még vállalható. Tehát ott nincs olyan nagy baj azon kívül, hogy újra vették az egyet, kevesebb tehetséggel. De az még úgy vállalható. A harmadik, negyedik ott azért vastag gondok vannak. Igen, ezt én is így gondolom, bár őszintén engem már, és én a 2-t ezért pont beleszámítanám ebbe a kérdésbe, hogy az tulajdonképpen az egy magasan jegyzett film, úgymond, tehát egy A-kategóriás film inkább, és ennek ellenére nekem a Cápa az pontosan az, amit nem kéne folytatni. Tehát egyszerűen nem tudom komolyan venni az első rész után. Tehát most ugyanazokat a szereplőket beültetni, és akkor várni ugyanazon a strandon, szóval nem, ez nekem nagyon nem tetszett ilyen szempontból. De felvállalva azt, hogy nem láttam sok állatos horrort, hogy hozzak egy ilyen klasszikust, ami nekem nagyon nem tetszett, az Anaconda, bár ez lehet, hogy inkább csak az állat miatt, és nekem ugyanígy, zárójelben mondom csak, hogy a Légy, ami nem tisztán horror, hanem hát, ilyen sci-fi horror, na hát az a film, amit jónak tartok részben, meg ötletesnek, de hogy én azt soha többet, egyszer megnéztem, és soha többet nem fogom az Hoodzier. Tehát azt mondom, hogy olyan szinten tartom ocsmánynak. Láttam azt a filmet körülbelül 200-szor állítólag, mármint én állítom, hogy annyiszor. Hogyan? Nem tudom, én imádom. Szerintem az a film az a valaha készült egyik legjobb remake, a másik meg a dolog. De én azt nagyon szeretem azt a filmet. Hogy mennyire horror, az egy érdekes kérdés, mert inkább valóban gusztustalan. Ezzel egyetértek teljesen. De hát alapvetőleg meg nem erről szól a test horror, tehát valahol meg mégiscsak az. Na igen, ez a bajom, hogyha van két olyan alzsáner, amit nem szeretek, az pont ez a kettő, és ráadásul abban a filmben egy annyira ilyen hideg módon van tálalva, és azért ott is van egy ilyen nagyon enyhe paródia jellege, de ott tényleg nagyon enyhe. Szóval nem tudom, az nekem annyira nem tetszik maga a szellemisége a filmnek, de elismerem. De én nem tudom, szerintem az egy nagyon nehezen fogyasztható film. Alapvetőleg ez egyetértek. Egyébként még egy eszembe jutott még, a Piranha 2, a James Cameronos. Azt én most megnéztem újra, és hát azért az egy elég rossz film, az igazság. Az egy sem túl jó, de azért a kettő az elég rossz. Meg talán te emlékszel, Gábor, a csigákra. Igen, én azt akartam pont egyébként még mondani, mielőtt elmondom a saját legrosszabbjaimat, hogy ott van a Squirm meg a Slugs, ami két tök jó, ilyen nagyon beteg csigás, meg gilisztás horror. És azok elég erősek. Hát én nem tudom, nekem a csigással az volt a bajom, hogy őszintén szóval én így ilyen kérdőjellel nézek arra a filmre, hogy ezt mennyire gondolták komolyan. Mert ha valahogy rá tudom magam venni, hogy komolyan gondolták, akkor tényleg működik. Mert egyébként minden horror elem megvan benne. Csak olyan mégiscsak azért csigákról van szó benne. Tehát valahogy ez az állatos horrorokra, amit az elején beszéltünk, hogy azért mégiscsak az ember olyantól féljen, amit láthat akár minden nap, és de hát azért egy csiga az valahogy olyan fura. Még azt gondolom, hogy még a madaraktól is könnyebb valamivel félni. Hát a bókokat meg a kígyókat eleve azt meg nagyon sokan nem szeretik,
De azért a csigát az kicsit ilyen, mint a béka. Tehát, hogy ilyen, nem tudom, valahogy nem tudom annyira komolyan venni. Hát azért sokaktól hallottam már, hogy nagyon-nagyon fóbiásan félnek a csigáktól, főleg a mesztelen csigáktól. Na, ez nekem egy ilyen új... Például én. Úgyhogy például ez a film, okay. Ez elég ütős. Oké, ez meggyőzhető vagyok ebben a tekintetben, lehet, hogy ez számomra csak újdonság. Egyébként még egy dolog jutott eszembe, hogy van az a... Most Gábor, a te segítségedet fogom kérni, mert nem emlékszek a talán olyan címen fut mostanában a film, hogy a Night of the Rats, ami régen alábeszélt korszakban Patkányok 3 címen futott, vagy 2. Fú, amikor... Patkányokból volt egy csomó, és nem mindegyiket láttam. Van egy, amit biztos, hogy nem láttam. Ez az, amikor egy ilyen posztapokaliptikus valami van, ja, olasz igen, banda igen. Bekeveredik egy ilyen városba, és fura ruhás emberekkel találkozik. De az olasz, persze, az nem is tudom, már Kodzi, vagy valamelyik ilyen mesterembernek volt a filmje, igen. De most azt nem feltétlenül nevezném állatosnak, bár ugye van egy vonulata, amely szerint az, de egyébként például én azt a filmet, azt nagyon bírtam. Azt nem a rosszakhoz mondanám, csak az így most jutott eszembe. Bruno Mattei. Ja. No, hát most biztos voltam menni, hogy valamelyik ilyen mesterember volt. Azaz. Valamelyik mesteri szakmunkás. Nálam egyébként, amik nem működtek, az egyszer a 2017-es Bor volt, ami pont amiatt, mert hogy én szeretem az eredeti Razorback-et, és ugye ez is egy ausztrál film, ami nem hivatalosan remake-eli, de igazából azt teszi, csak éppen telerakott CGI-jal, és nagyon nem jött be. Illetve, ami szintén nem, és ezzel biztosan meglepek majd embereket, mert hogy eléggé népszerű volt, ez a 2019-es Crawl, a Préda, ami szerintem annyira topzódott a klisékben és a hülyeségben, és úgy, tehát nem volt súly annak, annak az aligátornak, össze-vissza rágta szerencsétlen nőnek a kezét, meg a lábát, vagy nem tudom már kinek, mindenkinek lényegében, és mindenki simán kiszabadult, és semmi baja nem volt, tehát hogy egy ilyen vicc volt az egész számomra, egyszerűen nem fogott meg. Illetve a harmadik, ami egy picit ilyen kakuktojás, mert hogy az ilyen vígjáték inkább akcióvígjátéknak van mondva, az a mérges pókok, amit egyszerűen hülyét kapok tőle, tehát azzal ki lehet üldözni a világból ezzel a filmmel valamilyen. Egyébként lehet, hogy abban volt is egy ilyen szándék a készítés során, hogy azt valahogy így az emberek, nem is tudom, igen, hogy kiüldözze az embereket a világból. Arra nem lehet azt mondani, hogy jó film, az biztos. A disznós filmet azt emlékszem, hogy azt kikapcsoltam. Abba biztos vagyok. Melyik volt a második, amit mondtál? Préda. Aha. Én azt egyébként bírtam azt a filmet. Egyébként kétségtelen, hogy maga a krokodiloknak a megoldása az nem volt a legjobb. Ez kétségtelen egyébként. Maga a veszélyfaktoruk sem, illetve az egyébként a megoldásuk sem volt szerintem jó, de viszont a film azt tetszett. Van az a film, ami egyébként nagyon hasonló, amikor szintén egy ilyen raktárhelyiségszerűségbe szorulnak be, illetve hát itt egy pincébe, ott meg egy raktárhelyiségszerűségbe, és cápák úszkálnak körülöttük. Na, azt viszont bírtam valamiért. Igen, pont ezt akartam mondani, hogy az valamivel jobban működött. Ott abszolút megvolt a feszültség, azt tudtam élvezni. Itt az volt a bajom, hogy itt úgy is elkedtek, nem tudom, hogy krokodil vagy aligátor, mint hogyha belennének szpidezve, és egyébként ugye van különbség a krokodil és aligátor között, és pont az ellentétjét művelték annak, amit kellett volna. Tehát, hogy ilyen nagyon fura dolgok voltak benne, de hát a többség, a tömeg azt szerette, úgyhogy én annyira nem akarom itt ócsárolni, de nekem nagyon nem jött be. Hát én úgy fogalmaznék, hogy a filmet szerettem, az állatos faktorát azt nem. No, hát akkor szerintem így átbeszéltük teljesen a témát. Érdekel, hogy ti mit gondoltok, mi a kedvenc állatos horrorfilmetek, miért működnek jól az állatos horrorfilmek, hogyha valamit nem mondtunk el, de szerintetek attól működnek jól, illetve mik azok, amik a legrosszabbak számotokra, miket utáltatok a legjobban eddig életetek során.
és természetesen érdemes megnézni azokat is, amikről beszéltünk, akár jókat mondtunk róla, akár rosszat, mert hát ízlések és pofonok, tehát bőven lehet, hogy ami nekünk nem tetszett, az nektek igen, vagy pont fordítva. Kivétel ez alól az ilyen nagyon zsé kategória, bár még annak is megvan a célközönsége, úgyhogy arról sem beszélnék le abszolút senkit. Minden esetre köszönjük, hogy itt voltatok velünk, természetesen következő hónapban is jövünk majd valami születésnapossal, illetve zsánerrel. Iratkozzatok fel, csengettyűzzetek, kövessetek minket, és legközelebb is tartsatok velünk. Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok!